Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. A mai szubjektívünk vendége Lovas Ildikó, író, műfordító. Legutóbbi kötete a Rózsa Ketrec, március 15-én pedig átvette az egyik legrangosabb magyar irodalmi díjat, a József Attila díjat. Köszöntöm a stúdióban. Nem is a díj kapcsán teszem fel az első kérdést, hanem hogy milyen az ideális író? Van-e egyáltalán? Az ideális író az biztos, hogy az olvasók fejében születik meg, az az ideális író, akinek jó olvasni a könyveit. Én is mindig csak az olvasó tapasztalata felől fogalmazom meg azt, hogy milyen az ideális író. Mindenféleképpen azt hiszem, gyerekkorig, hogyha visszamegyünk, ami magába ránt. Az az ideális író, aki olyan könyveket tud írni, amitől az embernek valamiféleképpen megváltozik a világa, megváltozik a gondolkodásmódja, úgy érzi, hogy több lesz, úgy érzi, hogy egy varázslatos világba eltalál, úgy érzi, hogy nincs egyedül a világban, valaki megfogalmazta azt, amit ő gondol. Ilyen az ideális író. Kinek kell megfelelni? Most említette az olvasókat, hogy a visszajelzések azok, amik fontosak. Az olvasóknak kell megfelelni, a kritikusoknak kell megfelelni, vagy a kortársaknak kell megfelelni? Biztos mindenkinek meg kell felelni, ilyen szempontból ez egy nehéz dolog, senkinek nem lehet megfelelni, amikor mindenkinek meg kell felelni. Nem is a visszajelzés felől fogalmaztam meg azt, hogy milyen az ideális író, hanem az olvasói tapasztalat felől. És ilyen szempontból csak ez számít. Tehát az, hogy íróként az ember arra törekszik, amikor szöveget ír, vagy könyvet ír, hogy én legalábbis arra törekszem, hogy akkor ne gondoljak semmi másra, csak a szövegre. Tehát akkor nincs megfelelési kényszer, nincs megfelelési vágy, hanem egy olyan fokú koncentráltság vagy összpontosítás arra, amit mondani szeretnék, amit el szeretnék mondani, ami feszít engem belülről és írásra kényszerít, hogy annak megtaláljam azt a formát, ami megfelel az én elvárásaimnak elsősorban, azoknak az esztétikai mércéknek, amiket én a szép irodalomban nélkülözhetetlennek tartok, tehát színvonal vonatkozásában, elbeszélői nézőpont vonatkozásában, hogy képes legyek olyan szöveget írni, aminek van hangja, van egy világa, ami hitelesen tud működni. Ugye nem az őszintesség vagy az igazság a művészetben a legfontosabb, hanem a hitelesség. És azt mindig a hősnek a hangja adja meg, azt kell megteremteni. Amikor a hang megvan, akkor elkezd működni a szöveg, és elkezd építeni önmagát. Nem egy egyszerű folyamat, nyilván meg nem is rövid folyamat, de akkor már benne van az ember, és onnantól pedig nincs megfelelés. Tehát onnantól a szöveg diktálja azokat a korlátokat és azokat a szabályokat, aminek alapján a szövegnek működnie kell. Ilyen szempontból az író csak önmagának tud megfelelni akkor, hogyha elég radikálisan képes, vagy kegyetlenül képes húzni a szöveget, változtatni rajta, és kikapcsolni mindent, ami olyan hatással lenne a könyvre, vagy a szövegre, vagy a hősre, ami a megfelelésnek a, hát hogy is mondjam, hipotézisét fölvetni. Nem szabad erre gondolni. Vannak olyan kritikusok, akiknek sokat ad a véleményére? Minden kritikus számít nyilván, ugyanakkor nem számít. A legfontosabb, amikor megszületik egy könyv, és megjelenik egy könyv, és eltalál az olvasókhoz, akkor onnantól kezdve az olvasói visszajelzés az, ami számít. Hogyha egy kézirat nem jelenik meg nyomtatásban, hanem csak az író halála után, ugye erre például, amit nagyon szeretnek az emberek, vagy akit nagyon szeretnek, Márai Sándor járt így, ugye, hogy a előkerült egy kézirat, ami szerintem azt hiszem a Szabadulása címe, egy nagyon izgalmas kézirat. Vajon ehhez hogyan viszonyulnak a kritikusok, számít ez a Márai Sándornak? Hát nem hiszem, hogy olyan nagyon. Ez nekünk számít, olvasóknak. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a könyv az, a megszületett könyv, ami elérhető a könyvesboltokban, ott van a könyvtárakban, és
a mindenkori olvasóval fog már csak kommunikációt folytatni. Nem fontos az író, és ahol nem fontos az író, ott már nem fontos a kritikus se. A könyv számít, ami ott áll a polcon, és a mindenkori olvasó, ami ma vagy 20 év múlva találkozni fog egymással. A szöveg és a mindenkori olvasó, ez számít. A könyvtárat említette, később szerettem volna feltenni ezt a kérdést, de hogyha már a könyvtár is maga a megfogható könyvről van szó, a digitális világ mennyire befolyásolja egy író életét? Erre is kell gondolni akkor, amikor hozzáfog egy regényíráshoz, vagy egy novellaíráshoz, hogy aztán ez milyen formában fog megjelenni? Arra gondol, hogy elkönyv formájában például? Igen. Hogy fontos ez, hogy aztán az olvasó ezt milyen formában veszi a kezében. Az előző könyveim megjelentek elkönyv formában, és erre fölkérést kaptam, hogy járuljak hozzá, hogy megjelenjen elkönyv formában. Nekem ehhez nincs különösebb viszonyom, hozzájárultam. Természetesen jelenjen meg elkönyv formában. Azt gondolom, hogy ami ebben számít, az a maga a tény, hogy a nyomtatott formában megjelenő könyv az egy kegytárgy, az egy csodálatos ajándék a szerzőnek is, meg az olvasónak is. Erről több alkalommal beszéltünk, például a Rózsaketrec kapcsán is, hogy én azt szerettem volna, hogy jól olvasható legyen, hogy ritka sorokba szedett, hogy a betűk olyanok legyenek, hogy maga a kinyitott könyv egy élmény legyen az olvasónak. És azt gondolom például ma már így, hogy szemüveggel olvasom, mert régen ezt én sem vettem észre, hogy a szép irodalmi könyvkiadónak a 60-as években megjelent biblia papíron őrült apró betűkkel a megjelent kötetét, milyen nehéz olvasni. Ma az, hogy a könyv jól olvasható legyen, hogy vizuálisan is egy művészeti alkotás legyen, az nagyon fontos. Tehát összességében kell a könyvet szemlélni. Éppen azért, mert az értéke azáltal nő, hogy ezek a különböző e-könyvek, vagy online megjelenések, vagy ezek az olvasók, amire fel lehet tölteni ugye a különböző könyveket, elveszik a varázsát, az illatát mondjuk így a könyvnek. De ugye nem hiszek én abba, hogy az e-könyv, vagy a különböző online megjelenések veszélybe sodornák a könyveket, mert ha bárhová elmegy, vagy én elmegyek, és nézem az embereket nyáron, hogy ülnek a törölközőkön, a strandokon, még mindig 10-ből 8 ember könyvet fog a kezében. Ugye, hogy így van? Igen, így van. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy nem tudja az ember, hogy miért van így, és fiatalok is, és öregek is, és ott van mellettük az olvasó, ugye, ami kinyitható, és amire 1000 könyv feltölthető, vagy még több nem értek hozzá, és mégis megfogja a könyvet, meg meggyűri, meg beleteszi a könyvjelzőt. Van az irodalom világának, azt gondolom, hogy egy eltiporhatatlan varázsa, és ez a könyvben érhető tetten. Lehet, hogy az illatok azok, amik vonzák az olvasókat a könyvekhez. Amit már Proust is mondott, ugye? Igen. Hogyan válik magyar tanárból író? Ugye, tudjuk, hogy Újvidéken a bölcsészettudományi karon szerzett diplomát, később a Bósza Milicevic közgazdasági középiskolában dolgozott is. Nagyon gyorsan közel került úgy az irodalomhoz, mint az Üzenet főszerkesztője. De mégis hogyan tudott váltani, vagy rögtön az irodalom volt az, ami inkább vonzotta, és csak egy apró kitérés volt, vagy csak a pályakezdés volt az igazából a tanárként való dolgozás? Igen, hát én 1986-ban iratkoztam az egyetemre, akkor még úgy volt, hogy magyar nyelv és irodalom. Ma már azt gondolom, hogy külön is van a nyelvészet és az irodalom, hát ha lehetne választani, az irodalmat választanám. Nem volt nekünk ilyen választási lehetőségünk, és mi tanárként végeztünk, tehát milyen diplomát kaptunk. Ha ma már azt gondolom, hogy ez se így van. Én nem készültem tanárnak tudatosan, én nem akartam tanítani. Mindig is az irodalom vonzott, a szerkesztés volt az, még az újságírás volt az, amiben úgy gondoltam, hogy megtalálom magam. Nem törekedtem arra se, hogy azonnal szép prózát írjak, hogy nekem az első kötetem
94-ben jelent meg, tehát akkor már én 3 éve befejeztem az egyetemet, tehát ott rögtön az egyetem végzése körül nem éreztem ennek szükségét. Ráadásul én 87-ben az Újvidéki Televíziónál kezdtem dolgozni, annak is voltam az ösztöndíjasa, és én jó sok évet lehúztam az Újvidéki TV-nél, és tévés újságíró voltam, onnan mentem át a Magyar Szóhoz, mert azt a váltást ugye éreztem magamban, hogy ha nagyon szerettem a televíziózást, mert a kép sokkal többet el tud mondani, és csak mellé kell tenni a szöveget, vagy a kettő egy bűvös egységet tud képezni, de azt éreztem, hogy hosszabb vagy másmilyen módon szeretnék szöveget írni, de mindig a szöveg körül forogtam. Akkor is, amikor tanárként dolgoztam, azt gondolom, hogy azt szerették a gyerekek, vagy azt szokták mondani, amikor találkozunk, ahhoz képest, amilyen rövid ideig voltam tanár, valahogy így megmaradt köztünk a kapcsolat, és ők is ezt jegyezték meg, hogy én nekem csak egy kérdésem volt, hogy mit mond neked ez a szöveg. És azt gondolom, hogy ez az irodalomtanításnak a lényege. És az mindegy, hogy az ember újságíróként, szerkesztőként, íróként, műfordítóként dolgozik-e, vagy kritikusként. A jó indulat, az empátia, a nyitottság, és az, hogy egy szöveg mit mond neked, ez a legfontosabb kérdés. Úgyhogy ilyen szempontból mindannyian, akik ezt az egyetemet végezzük, vagy irodalmárok vagyunk, valami módon lehetünk tanárok is, mint ahogyan a tanárok életéből sem kizárt az irodalmi művek iránti nyitottság, vagy annak a bevitele a gyerekek a tanulók életébe. Hogyan lehetne közelebb hozni a gyerekekhez az irodalmat, a szövegeket? Egyáltalán nem is csak olvasásra nevelni, hanem inkább buzdítani, mert talán a nevelésre megvannak a módszerek, azt hiszem, de a buzdítás talán lehet, hogy kulcsfontosságú kérdés. Hogy hogyan olvassanak többet, igen, a gyerekek? Igen. Hogy erre hogyan lehet őket buzdítani? Igen. Kötelezéssel. Tehát szülőként azt gondolom, vagy tanárként nem biztos, nem vagyok abban biztos, hogy... Tehát mindig vannak olyan gyerekek, akik szeretnek olvasni, és vannak olyan gyerekek, akiknek ez unalmas, meg nehezükre esik, meg mozgékonyabbak, meg 100 más dolgot csinálnának, meg sportoló, meg ilyen, tehát nem vagyunk egyformák. Én mindig azon gondolkodtam, ha megengedem azt, hogy úgy múljon el a gyerekkor, hogy azokat a könyveket, amiket akkor kell elolvasni, a nagy indián könyv, vagy bármi, most ne soroljuk, az vajon hogy hat az embernek a lelki és szellemi fejlődésére? Megengedhető-e az, hogy az adott korban fontos könyveket ne olvassák el a gyerekek? Azt gondolom, nem megengedhető. Ha rájuk bízzuk, akkor elolvassák? Hát nem igazán. Tehát ezt nem biztos, hogy rájuk kell bízni, viszont el kell velük olvastatni a könyveket. Hogy mit teszünk mellé? Például, hogy aranyt olvasson, hogy mit mutatunk meg, hogy Karintival kedveltetjük, az így írtok, tivel kedveltetjük-e meg, mondjuk Kosztolányit, hogy akkor azt is elolvassák. Az már a mi fantáziánkon múlik, de azt gondolom, hogy ezt nem terhelhetjük rá a tanárokra, a magyar tanárokra, a környezetre, a világra. Ez feladatunk, és hát a buzdítás az mindig kötelezés is, tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy megengedhetjük azt a luxust magunknak, hogy a gyerekek 25 éves korukban szembesüljönnek azzal, hogy nem olvasták el, amit 10 évesen el kellett volna olvasni, és szembesülhetnek, meg kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy olyan társaságba, ahol fontos az irodalom, vagy fontos ez a fajta műveltség, és egyszerűen nem tud hozzászólni. És akkor ennek ki lesz az oka? Hát az, aki nem kényszerítette rá idézőjelbe az olvasásra. Önnek van kedvenc könyve? Mindig, amit éppen olvasok. Az a kedvenc könyvem, és hát újraolvasom. Újraolvasom. Nem tudnám én így megfogalmazni. Vannak szerzők, akikhez fogalkörömmel ragaszkodom, nem tudom ezt másként. Kik ezek? Ez mindig néz, hogy meg Ottlik, meg Füst Milán. Uh-huh. Tehát a 20. század irodalom az, aki... Igen, és a kortársakat is olvasom, és mindig olvasom, mert az a legizgalmasabb. Tehát, hogy hogyan adnak választ az kérdésekre a kortárs szerzők. Össze lehet hasonlítani a más kortárs irodalmat a sajátjával? Próbált, vagy csinálja ezt?
Lehet ezt biztos, egyáltalán? Hogy csinálom. Biztos, hogy csinálom, de már kérdéstől az ember leízzadt, tehát ezt nem is tudom, hogy illik-e, vagy hogy tudja, ez az íróra ez nem hat túl jól, mert kétfajta érzés alakulhat ki benne, mint minden ember, egy cipész is, hogyha összehasonlítja magától készített cipőt a másik cipészével, akkor két válasza van. Vagy az enyém sokkal rosszabb, vagy az enyém sokkal jobb. Egyik se jó válasz, így van, mert igen. Minden cipőnek, mint ahogy minden könyvnek, és minden írónak, és az által írt szövegnek önmagában van az értéke. Annyit lehet biztosan tudni, hogy mi az, ami esztétikailag megüti azt a színvonalat, amit irodalomnak nevezhetünk, és mi az, ami nem. Hát ebbe azért vannak válaszaim. És melyik a legkedvesebb saját kötete, regénye? Van-e, hogy lehet-e bármelyiket legközelebb érezni saját magához? Azt tudom, hogy az olvasók melyiket szeretik legjobban. És melyiket? A Spanyol mennyasszony. Igen. Igen. Ugye? Erre tippeltem volna. Igen, igen. Igen. Valami miatt a Spanyol mennyasszonyt. Nekem sokáig a Kijárat az Adriára volt az, ami meghatározó volt, mert elindított egy olyan úton, ami végül is egy trilógia lett valami módon. Viszont ezt a rózsaketrecet, ezt azért szeretem, azért tartom fontosnak, mert az egy kegyelmi állapot volt, hogy megengedhető volt számomra az életben, a létezésben, hogy eljussak egy olyan pontra, hogy prózát tudjak írni. Tehát, hogy nincs ez a kötelező belső, a szerkesztők, a kiadók, a volt tanáraim, mindenki által megfogalmazott elvárás, hogy regényt kell írni. De ez különben igaz, az az író, aki tud regényt írni. És szerencsére írtam már néhány regényt, és akkor ez egy nagy felszabadulás volt számomra, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor én most prózát fogok írni, és a műfaji határokat próbálgatom, feszegetem, és ezzel a saját íróságom határait is feszegetem. Mondjuk annyit azért, hogy Montaigne esszéi, három kötetben, amiket lehet olvasni, nem tanultam meg fejből, vagy nem mindent olvastam el erre. Sem időm, sem kedvem, sem műveltségem, nyilván itt az ókorban, az ókori irodalomban való jártasság, meg nagyon sok minden más nélkülözhetetlen. Tehát nem azt állítom beképzelt módon, hogy én ezt nagyon megtanultam, de nagyon sokat segített. Tehát mindig ott állt hát, hogy meddig szabad elmenni Montaigne meg Borges ennek a könyvnek a megírásában, a határok feszegetésekor. Ez egy jó iskola volt. Én örülök ilyen szempontból ennek a könyvnek. Elégedett is? Mivel megjelent a könyv, és két borító között ott van a tartalom, innentől kezdve elengedtem, tehát nem szabad az embernek folyamatosan foglalkozni azzal, hogy mit és hogyan csinálnék másként, akkor kell úgy csinálni, amikor ott van a kezedbe a kézirat, utána már az van, ami van. Azzal vagyok elégedett, és attól vagyok boldog, hogy lett ez a József Attila díj, és hogy megkaptam, mert ez nagyon megtisztelő számomra. És igen, és mivel nem erre a könyvre, hanem arra, amit csináltam, ilyen szempontból kötelező is, felelősséggel is jár valahogy. Ez biztos nevetségesen hangzik, de így keresem a mondatokat, és így van egy ilyen, hogy akkor innentől másként írom már. Mert hogy nem ugyanaz vagyok. Persze ugyanaz vagyok, de próbálom becserkészni mondjuk így a szövegbe időnként, helyenként József Attilát. Valamiféle választ találni, feloldani magamban ezt a helyzetet. Nekem sokat jelent ez a díj, ennek örülök. Minek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki ezt a díjat kapja meg, a József Attila díjat? Vannak erre kritériumok, amiről mondjuk ön tud, hogy ez ugye alapján választották ki? Mint minden díjnak, a József Attila díjnak is története van. Igen. És ha megnézzük, hogy az évtizedek folyamán kik kapták meg ezt a rangos elismerést, akkor az önmagában már elárulja, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. A mindenkori döntéshozók döntik el, hogy valaki megfelel-e, és ha megfelel, akkor vajon megkapja-e? Hát ugye a Babics József Attila történet a díj kapcsán önmagában megér egy misét, hogy hogyan alakulhat, és aztán az milyen emberi viszonyrendszereket szül. Én azt gondolom, hogy a József Attila díj története, mindazok, akik megkapták, és ebbe a sorba beletartozni, ez nagyon megtisztelő.
és a, ugyanígy visszafelé a díjtörténet, és akik megkapták, az jelzi nagy általánosságban, nem minden alkotásatében nyilván, hogy mi az a színvonal vagy kritérium rendszer, aminek meg kell felelni. És akkor másként fog ezután írni? Másként fog leülni, írni? Most azt döntöttem el, hogy addig nem fogok leülni írni, még nem érzem azt, hogy én ugyanúgy tudok írni. Ez nyilván egy ideig tart az emberbe, hogy a meghatottság, meg így azért ez egy teher is. És már hogy jó, édes teher, tehát nem álszerénység, vagy ilyen bármi mondatja velem. Ugyanúgy, mint amikor az ember befejez egy könyvet, vagy én, amikor befejezek egy könyvet, akkor utána egy ideig nem írok, mert nem bírok. Tehát kell egy kis távolság. Viszont mivel, hogy én folyamatosan írok az üveggolyóba, és keresem a témákat, azért nem engedhetem meg magamnak azt, hogy nem írjak, de meg kell mondanom, megküzdök azzal. De azt gondolom, hogy ez majd helyre fog állni, elmúlik, mert a boldogság, meg meghatottság, meg felelősség után beáll egy normális kerékvágás, amiben az ember működik. Én azt hiszem, hogy az olvasók nevében mondhatom, hogy nincsenek elvárások az írónő iránt. Ugyanezt kívánjuk, ugyanezt a sok sikert a továbbiakban is, amit idáig elért, és még többet. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm. És a nézőknek is köszönjük a figyelmet, és viszontlátásra.